Szervusztok! Egy kedves ismerősöm küldött nekem csomagot, ami hát sajnos csak most érkezett meg, de jobb később, mint soha. Itt a szimpátia jele. Na de nézzük is, mi van benne, mert ez Magyarországról érkezett. Deutschlandba. Ó, gyerekek! Igen, azt el kell mondjam, hogy már fel volt nyitva a doboz, mert sajnos volt bele egy olyan élelmiszer is, ami hát romlandó, akármilyen száraz is a dolog. Ez pedig a magyar hazai kolbász, amit ki kellett vennem. Na de nézzük! Boci csoki! Nézzük, tejcsoki. Új recept szerint. Hát nem tudom, mennyire jó a új recept. A régi recept eddig jó volt. Méz mentolos negró. Oké. Okay. Klasszik negró. A torokkémény seprője. Miért? Dormi. Na most... ez azért érdekes, mert ilyet szokott kapni a kislányom Csehországból. Ugyanez, csak nem Dormi-Dörmi a neve, hanem valami más. De tényleg ugyanez. Ugyanez. Van mindenfajta ilyen vaníliás, mézes, csokis, stb. Nagyon finom. Balaton szelet több fajta. Azt mondja, ez a tejcsoki, igen. Ilyen egyszerű tej. Balaton, boom. Limitált 10 fehérben. Facebook, Balaton. Ez itt a reklámhelye. Igen, igen. Van még belőle. Ez ilyen sötét boom, ez amit a Lion. Kókusz. Kókusz, pókusz? Ez most komoly. Kókusz, pókusz. Sportszelet. Jó, és milyen vastag ma a sportszelet, az ilyen, itt van, ilyen a sportszelet. Ez meg ilyen dupla. Van itt még, még Balaton szelet, itt. 2XXL, 2 normál, minden negyedik nyer, remélem ez nem fog. Egy csoki Balaton szelet. Bombonetti Dragé Dunakavics. Oké, ez is megvan. Ez pedig Diannás cukorka. Gyerekek, se több, se kevesebb, mint a Diannás cukorka. Hát köszönjük szépen. A doboznak még kolbász szaga van. Ez nagyon kedves volt. Nézzük, milyen cipőt hord. 12.900 évet magának egy Adidas Neo cipőt valamikor. Vagy ő, vagy a barátnője, vagy a valamelyik családtagja. És akkor ezzel a képpel köszönném meg. És köszönnék el. Sziasztok!